Idén már 5 éves hagyománya van a Szentlőrinci mezőgépnapoknak. 2 napon át technikák és technológiák színejavát vonultatja fel a mezőgazdaságban tevékenykedő, a gazdálkodás újdonsága iránt érdeklődő agrárgazdálkodók számára rendezvény. A mezőgépnapokon állógép és szántóföldi gyakorlati bemutató várja a látogatókat. A rendező Baranya vármegyei vállalkozói központ változatlanul fontosnak tartja, hogy a mezőgazdasági gépesítés innovációi, új gyakorlatai, precíziós megoldásaiból minél többet bemutassanak. Az volt a célja, hogy a gazdatársadalmat ki tudjuk szolgálni olyan tudással, olyan szakmai kapcsolatokkal, hogy egy helyszínen, egy helyrajzi számon, egy időben össze tudnak jönni, információhoz tudnak jutni, látnak gépkapcsolatokat, működésben megismerkedhetnek a mezőgazdasági innovációkkal, és hogy egy kicsit talán a generációváltást, ami most nagyon időszerű, ezt is egy kicsit elő tudjuk segíteni. Nagyon fontos az, hogy a vidékfejlesztés az egy hosszú távú folyamat, és annak sokszor nem kézzelfoghatóak az eredményei, hiszen eredménye lehet az is, hogyha a mezőgazdasági termelékenység javul, de ugyanúgy eredménye lehet az is, hogyha az idősödő generációnak a helyébe lelkes fiatalok lépnek. Hát itt szeretnénk nekik is kedvet adni, és reméljük kedvet kapnak ahhoz, hogy igenis a vidéki létben, a vidéki életformában van lehetőség, és nem kell szembeállítanunk a városi lét nyújtotta lehetőségekkel. A gépkereskedők az országos szintet lefedik, de érkezett Németországból is kiállító, aki szállítási innovációval mutatkozik be. Az érdeklődők azt szeretik ezekben a kiállításokban, hogy a gépeket működés közben is megismerhetik. Ezáltal a szakemberek nagyon fontos információkhoz juthatnak első kézből, hangsúlyozta Pol Marietta, a Baranya vármegyei vállalkozói központ ügyvezető igazgatója. Hozzátette, a központ munkatársai mindig is vidékfejlesztési centrumként látták a Szentlőrinci vásárteret és a hozzá kapcsolódó kistermelők házát. Egy képzési, vásári, kiállítási és képzési közösségi, úgy egyfajta módszertani bázisként. Éppen ezért a szakmaiság is nagyon fontos, úgyhogy szakmaközi szervezetek is jelen vannak a rendezvényen, mint az Agrárgazdasági Kamara, a Baranya vármegyei Agrárgazdasági Kamara, de például a kiskérőtök kapcsolatos szakmai fórumra is sor kerül a mai nap az első nap délelőttjén, tehát akik a lyuk és kecsketenyésztésben érintettek, őket is várjuk szeretettel. Nem az agrár és mezőgazdasági világ erősítése helyett készülünk a térség újraiporosítására, hanem amellett, azt kiegészítve, mondta Őri László, Baranya vármegyei elnök a rendezvény megnyitóján. Ahhoz, hogy ez a térség be tudja tölteni azt a régió vezető szerepet, megyeszékhely, Pécs és környéke, amely az elmúlt évszázadokban megvolt és jelen volt, ahhoz egyszerre kell megtartani és tovább erősíteni a térség hagyományaiban gyökerező mezőgazdasági termelést és kultúrát, természetesen ötvözve ezt a modern technológiákkal, és egyszerre van szükség új 21. századi, lehetőleg magasabb hozzáadott értéket képviselő ipari termelésnek a meghonosítására, ide vonzására a térségbe. A Szentlőrinci mezőgépnapok fél évtized alatt országosan nőtte ki magát. A vidék és az agrárium összekapcsolódásából indult el. Ez az elmúlt években átalakult, ma már jobban fókuszál a technológiákra és a gépekre, mondta Horváth Zoltán, a Baranya vármegyei kormányhivatal főispánja. De ez egy lehetőség arra, hogy az agráriumban, a mindennapokban dolgozó szakemberek itt Szentlőrincen, azon kívül, hogy találkozzanak és megbeszéljék és picit panaszkodjanak, hogy ez az ide év se lesz olyan, mint gondolják, hogy a legmodernebb technológiákat megismerjék, az itt kiállítók be tudják mutatni a kor legkorszerűbb gépeit, berendezéseit, és abban bízunk, hogy ezek a gazdálkodásban is előbb-utóbb megjelennek. Baranya vármegyében 2024-ben ez az első komplex szakmai esemény, amely a szántóföldi termelés gépi és technológiai újdonságaival várja az érdeklődőket.